Ételosztást szerveztek Békés Csabán a Szent István téren, ahol 400 adag meleg ételt osztottak ki a rászorulók között. Az elmúlt időszakban már több szervezet is segített a nélkülözőkön. A szervezők a szociálpolitikai osztály segítségével értesítették az érintett családokat. A Békés-Csabai Városfejlesztési Kft. A Csaba Parkkal közösen szervezett ételosztást. A kezdeményezők a munkatársak voltak, ugyanis a Békés-Csabai Városfejlesztési Kft. Nagyon fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalását, hiszen Békés-Csabáért hozták létre a céget. 400 adag étel kerül kiosztásra, bográcsgulyás, kenyér, illetőleg alma, és ezúton is szeretném megköszönni a munkatársaimnak a segítséget, illetőleg a Csaba Park étteremnek, akik ezt a kiváló ételt megfőzték nekünk. 350 család kapott értesítést, akiknek nagy szükségük volt erre a segítségre. Az ebédet csak elvitelre tudták felajánlani az odaérkezőknek. Az adomány bográcsgulyásból, kenyérből és almából állt. Milyen ételt kapott? Babgulyást. Most úgy, mert az ott a papírra ráírva babgulyás. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm az én többi rászorultak a nevébe is.